hogy a rock szelleme is benne van az előadásban, és ez egy ilyen sodró nagy lendületet ad. Ön igazi napfényes előadás ez a rock suliban. Azt szeretem nagyon a rock suliban, hogy itt minden fájdalmunkat kiordíthatjuk, és a rock az bennünk van mindig. Nagyon sokat gyakoroltunk, és ma megvolt a nagy nap. Ennyi idős voltam, amikor először álltam színpadon, úgyhogy nekem ez nagyon, nagyon fontos, ez a kapcsolat velük. Zeneszerzéssel is foglalkozom, és valahogy ez a zene ez így átitatja az életemet, és próbálom ezt minél személyesebbé tenni, úgyhogy ez nekem abszolút egy személyes előadás. Én nagyon szeretek a basszusgitározni, mert nem tudom, az olyan lányos, vagy nem is tudom. Lányos vagy fiús, mindegy, én nagyon szeretem. Az én anyukám operát is énekelt, és bár én soha nem voltam egy klasszikus stílusú énekes, tőlem teljesen szokatlan a koloratúra. Holott otthon nagyon jól megy, de ezt eddig még nem tártam a nagy nyilvánosság elé. Na most az a pillanat, amikor az ember így kijön így a tusoló függönye mögül, és azt mondja, hogy tehát ez valami frenetikus, és hát úgy látom, hogy mindenki meg is van lepődve a színházban is. Itt van egy srác, aki el van nyomva, akinek van egy apró kicsi drámája ebben az egész előadásban, és aztán a végén robbant. Hát én úgy hallottam a mai este folyamán, hogy sikerült megugranom ezt a feladatot. Ez így nagyon jó, hogy így tudunk így együtt zúzni. Én nagyon hálás vagyok mindenkinek, aki a rocksuli hátterében dolgozott. 13 gyereket kell a háttérben, kulisszákban úgy mozgatni, hogy másodpercek alatt vagy a ruhájuk változzon meg, vagy a díszletben találják meg a helyüket. Van például egy olyan pont, ahol 40 másodperc alatt át kell öltözni 13 gyereket. És ebben zseniális öltöztetőnők ott vannak és megcsinálják.